Ez a verseny, ez már évek óta nekünk ilyen két részletből adódik össze. Az egyik egy nagyon kemény terepes rész, a másik pedig ugye a rallisokkal együtt rallis szakaszok. A kocsin nemrégiben változtattunk ezt-azt futóművön főleg és a hajtáson. Ez volt a fő próbája gyakorlatilag a kocsinak, úgyhogy nagyon elégedettek voltunk azzal, amit módosítottunk rajta, ugyan kisebb, apróbb más hibák, zavaró hibák előjöttek, de ezen is túllendültünk és végül is jó ízűen befejeztük a versenyt. Rendetes jó volt, a pálya is jó volt. Jó mókás, volt benne nagyon-nagyon sok sár, főleg tegnap, nagyon sok hullám, nagyon-nagyon kemény volt. Nagyon-nagyon nehéz versenyen vagyunk túl, most először vagyunk itt Szombathelyen, először indultunk ezen a versenyen, és egy navigátor cserével kezdtünk, ugye Kása Balázs navigált most nekem Klajnyák Peti helyett, ő hátsérüléssel távol maradt erről a fordulóról, és hát ugye először megy ő terepralliban, és ugye ez egy másik szakma, és azúton is köszönöm mindenki munkáját. Köszönök mindenkinek mindent, a rendezőknek, a szurkolóknak, a szerelősrácoknak. A győzelmet 2015 után másodszor ugye Fazekas Károly szerezte meg, ezúttal Somfai Mátyással az anyósülésén.